A hatáni magyarságnak a gazdasági támogatása minden országban más-más körülmények között működik. Még ugye Szerbiában a kormány támogatólag lép fel a programmal kapcsolatban nagyon helyesen, hiszen gazdasági befektetésekről, investíciókról van szó amikor a magyar kormány egy másik ország gazdaságába befektet bizonyos fajta összegeket, amelyek itten kedvező hatással vannak a helyi gazdaságnak a fejlődésére. Még nálunk, Ukrajnában, Kárpátalján, itt van egyfajta ilyen ellenérzés, ami abban nyilvánul meg, hogy az ukrán szolgálat az EGA-EDE a szemben nyomozást folytat, embereket megzállnak, hívnak be. Persze önmagában ez az egész nyomozás teljes mértékben abszurd. Hiszen, hogyha fajta gazdasági visszaélés akkor lett volna szó, akkor vagy az adóhatóságnak, vagy a rendőrségnek kellene vizsgálódnia. Itt nem pedig a vád a szeparatizmusnak a támogatása, ami, ami teljesen elképzelhetetlen. hiszen egy teljesen nyílt tevékenységet folytató alapítványról van szó, amelynek a pályázati felhívása, a pályázóknak a nevei, a döntései, azok rajta vannak az interneten. Itt a bizonyos feltételekkel megfelelni ahhoz, hogy támogassuk a kárpátai vállalkozókat. És ezek a jelentős összegek rendkívül mértékben hozzájárultak már most is a kárpátalja fejlődéséhez. Nem érem azt, hogy előbb-utóbb ezek a dolgok kerülnek és rájönnek a, a ukrajnai vezetők arra, hogy ezek a támogatások, csak a kárpátai magyarságnak a lehetőségeit befolyásolják pozitívan, hanem egész kárpátai és egész ukrajna fejlődését is.